Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét ünnep előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már felébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt. Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt. Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott. Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte, ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzám. Erre Péter így szólt. Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette. Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ezek az evangélium igéi. Jól tudjuk, és számunkra tulajdonképpen teljesen természetes adottság, hogy valahol a nagy hét csúcspontja, a Szent Háromnap ünneplése, az majd nagy csütörtök estével, az utolsó vacsora emlékmiséjével, az eukarisztia szerzési szentmiséjével kezdődik. Számomra valahol ez a nap, ez az ünnep, ez a szentmise a teljességről, az odaajándékozottságról, a teljes odaadottságról szól. Érdekes, hogy az evangélium, az erre a szentmisére választott evangélium éppen nem a szentmise rendelését, éppen nem a szent színek alapítását meséli el. Valami egészen másról van benne szó, ami nagyon szoros összefüggésben áll a szentmise lényegével, azzal, amit napról napra, vasárnapról vasárnapra ünneplünk, megélünk, magunkhoz veszünk, aminek a részeseivé akarunk válni. Nagyon szépek Péter szavai. Amikor az Úr megmossa a tanítványok lábát, Péter ellenkezik, az én lábamat ugyan meg nem mosod. De amikor meghallja Jézus szavait, aki azt mondja, hogy ha nem moslak meg, semmi közöd nem lesz hozzám. Péter így válaszol, hogy akkor ne csak a lábamat, Uram, hanem a kezemet és a fejemet is. Valahol ez az este, valahol ez a szentmise a teljes odaajándékozottság, az önmagának semmit vissza nem tartó, a feltételeket, a ha-akkor valóságát nem ismerő, személyes, szép szeretet ünneplése. A saját emberi gyakorlatunkban, sokszor a saját szeretet kapcsolatainkban is. Milyen jól ismerjük egyrészt a neurotikus önzetlenség valóságát. Te tudod, hogy én mindenemet odaadtam, érted? És nyilván ezzel együtt jól ismerjük, az ilyen keserédes szeretetből fakadó kifogások és mentségek gyártásának a sorozatát is. Te tudod, hogy bármit kérhetsz tőlem, de ez a nap valahol éppen az oltári szentség alapításának a szentmiséje. Péter szavaiban gyönyörűen visszatükröződve a teljesség ünnepét kell, hogy jelentsék a számunkra. A teljes odaajándékozottság, a teljes odaadottság valóságáit, egyfajta ösztönös mohóság csendül Péter szavaiban. Akkor ne csak a lábamat,
a kezemet, a fejemet, mindenemet is, ahogy az önmagát mindenestől ránk bízó, a szentségi színekben nekünk ajándékozó, az önmagának semmit fenn nem tartó Úr szeretetének a valóságában merítkezünk meg szent áldozásról szent áldozásra, vasárnapról vasárnapra, úgy kellene valahogy ennek a határtalanságnak, ennek a mértéktelenségnek, Szent Ágoston szavaival élve, ugyanis a szeretet mértékegysége az éppen ez. Éppen a mértéktelenség a mi mindennapjainkban, az egymás felé irányultságainkban is lecsapódnia. Akkor az a koinónia, az a közösségbe hívó erő, ami az egyház epicentruma, ami a krisztusiságunk gyújtópontja, aki mindnyájunkat az ugyanazon oltár, az ugyanazon áldozat, az egy kehely és egy kenyér köré gyűjt, akkor valóban hathatós erővé, valóban a mindennapok tapasztalatává válhatna bennünk és általunk.